de akár majd be is csatlakozhat az út. Ezt ugye nem egy irányúba, jó, ezt nem egy irányúba csinálom, mert ez majd legyen nekem két irányú. Itt nem számítok nagy forgalomra lévén, itt nem lesz túl sok minden. Itt egy-két kis lakóház lesz aztán annyi. Ezt csak azért akarom megcsinálni, hogy tudjam, hogy mik a limitek, meddig építkezhetek a belső téren. Ilyen jó kis kacskaringós parti út. Nekem tetszik. Egyelőre. Már nem tudom, miért ilyen magasított, mindig ilyen meredek ez a part, amúgy vajon? Csak a játék szivat engem. Pont szép ív, remek. És akkor, hát pont nem jó irányba kanyarodsz, te vacak. Ez így nagyon nem jó. Talán ilyennel megpróbálom összekötni. Ilyennel megpróbálom összekötni. Miért van benne ízékülönbség? Én nem emeltem és nem is csökkent. Na mindegy. Érdekesek lesznek az ilyen meredek helyen lévő házak. Szóval ezeket majd vajon alátámasztják, amivel mindegyik ilyen lejtőn lesz. Ez meg félig belerúg a vízbe, lesz stéke. Biztos, hogy nem, mert annyi házmodell nincs a játékban, szóval no, itt konkrétan belelóg a vízbe. Ha ide fognak építkezni, elkezdenek majd rinyálni, hogy bejázott a ház. Anyway, jól néz ki. Nekem tetszik. Szóval egy nagyon kisi, nagyon-nagyon kicsi, kicsi. Szóval igen, kéne valami. Lehet, hogy itt a sziget, megvan a sziget vége lesz. Oké, eldöntöttem. Szigete vége lesz a bevásárlózóna. Úgyhogy ezeket itt, nem, ezeket nem akarom átalakítani ízévé. Ez az út lesz itt, ami... Ez az út kell nekem most épp. Legyen ez is ízés, köríves. Ez úgy szépen néz ki, csak nem praktikus. Az a baj, hogy ez két külön dolog. Szépen kinéző is a praktikus út. Hát nem ilyen csúnya kocka lesz. Igen, szerintem ez a főút itt elég. A főfőutat ezt itt nem akarom megzavarni mással. A többi út az legyen... Egy, szóval ezek egy irányok lesznek szerintem. Az egyik irányba fog menni, másik irányba, mit szóltok? Tudjátok, hogy mi ezzel amúgy a probléma? Megint rosszul csinálom, hogy a commercial résznek kéne lenni az autópályához közelebb, ugyanis oda fognak jönni a nagy kamionok. Úgyhogy az eredeti tervemnél kéne maradni, hogy ez lesz a commercial rész, amit most akkor meg is teszek. Még mielőtt elrontanám, még ugye nem raktam, igen, még jók vagyunk. Hát ez akkor is sima, továbbiakban is sima izé lesz. Oké, na. Ez lesz itt valahogy okosan, nem tudom, hogy honnan vezessem ki a dolgokat. Itt jönnek, akkor itt kéne egy leutat. Nem mondod, hogy ott már nem lehet átvezetni. Jó, ott még át lehet, remek. Pont nem engedi úgy építeni, hogy én akarom. Te, hogy miért akarsz elkanyarodni? Buták ezek a mai utak. Jézusom, miért akartak ezek egyből elkanyarodni arra? Valahogy így. Ennek nem biztos, hogy két utasnak vagy két irányúnak szabadna lenni. Mindegy, az egy irányú két irányúval később is tudok szarozni. Még az, hogy most akkor megcsináljuk itt a... commercial részt. Itt ugye úgyse fogok ide házakat építeni, ergo... Ezt itt nyugodtan... Bár az a baj, hogy ezt így nem lehet megmondani neki. Hogy arra úgyse fogok házakat építeni.
Max úgy tudnám megmondani, hogy ezt autópályának csinálom, de akkor még zajosabb lenne itt a környék. Ah, igen, mert így lecsípi ebből a helyet. Szóval ezt akarom, hogy ezek a helyek ide, nem, az autópályából fogjuk csinálni, mert kell nekem az a hely. Hát ez még nem adott túl sok kockát hozzá, de... Ez egy irányú, remek. Upgrade roads, GTA fu. Jó, hát ez a kis háromszög ott marad, az nem para. És akkor ezt a részt itt majd még lehet beizélem. De egyelőre akkor töltsük föl ezt a részt. Most azért így csinálom, pedig olyan nagy kijelölővel, mert a külső rakpartot ugye azt meg nem akarom. Ilyennek. Okay. Ide se kéne, az ide is autópályát rakunk. Nagyon szórom a pénzt. Ez van. Cool. Na. Haladunk. Szép lassan, de haladunk. Okay, még ezt a részt itt akkor, ha már megcsináltam így, akkor benépesítem. Úgy meg a partot is akkor végig kéne menni rajta. A parton, tudjátok mit? Nem, az nem lesz jó. Vagy igen, és majd kitörlöm azokat a helyeket, amiket nem akarok. Legyen. Igen. Egész sziget zöld. Nyábogni fognak először, hogy kevés a bolt. Egy kis ideig az is lesz, de majd amikor elkezdem benépesíteni ezt a részt, csak azért akarok várni, mert ide felhőkarcolókat akarok, ami 7000 lakos kell, ami viszont ebből nem lesz meg a 7000 lakos. Ergo még ide a partra szintén fogok csinálni egy ilyen 2-3 sávnyi vastagságú részt, ami még lakos, én kis lakossági, szóval a parton, és akkor majd itt beljebb erre fele. Majd még ezt a területet is meg kell vennem, hogy ez a sorok meg legyen. Mondd, hogy ez egy területhez tart... Ja, még nem tudom. Az a baj, aj nem, ez pont két területhez tartozik. Látjátok, hol a vonal itt lesz elvágva. És akkor még két kur területet meg kell vennem, hogy ez a kis csücsök az enyém legyen. Ami nagyon nem jó, de ha meg lesz majd az a mód, hogy bármennyi területet megveszek, megvehetek, akkor nem gond. Jó. Ezt a részt itt megcsinálom boltnak, mert így is úgy is nyávogni fognak, hogy kevés. Miért nem mutatja a körülötte lévő vaszkot? Ja, autópályán vagyok, azért nem mutatja a körülötte lévő vaszkot. Oh, my bad, sorry. Sorry! Na, ez erre a vaszokra gondoltam. Oda megint nem lehet, hova akarok. Akkor lesz itt. Picit egymásba lógnak. Hogy itt már ne legyen, akkor itt már nem is lesz. Ja, itt már nem is lesz. Oké. Szerintem... Parkoknak, tűzoltóságnak, milyenek ugye még majd egyértelműen kelleni fognak ide. Ja, igen, viszont itt az egyirányúakat nem szeretik rendesen ezek a cuccok. Úgyhogy ezt majd valahogy ide, igen, ide majd a szélére kell rakni őket. Ugye kórház a lakó részekhez kell, vagyis kicsit beljebb. Ide egy darab, vagy legyen egy nagyot, nem tudok. Hogy ide kell egy. Túloldalra kell egy. Az a baj, még nem mutatja, mert még nincsenek benne, úgyhogy ezt most muszáj vagyok elindítani. Na, jó, most mutatja. Hát itt ezen a középső részen kevésbé lesznek egészségesek. Vagy nem, ha ide rakom, akkor jó.
Oké, cool. Utasd. Utasd. És hát ugye ezt a részt még nem csináltam meg, majd mindjárt előbb elkezdem őket beköltöztetni, ugye víz és áram, amit elfelejtettem, de a legfontosabb, meg hát szárny víz. Merre folyik itt a víz? Itt a eszméletlen pici nyilak azt mondják, hogy erre. És akkor a szennyvíz valahogy úgy kéne. Ide is remélhetőleg ez, igen, egyre kifelje folyik a vízbe, és akkor azt itt elviszi erre. Még a szennyvízt. Hát itt most picit belerondítok ebbe a részbe, de ugye máshol nem nagyon tudom rakni. Kénytelen vagyok oda. Majd e körül akkor kicsit kiásom a részeket és vizet fogva. Tehát vizet szivattyúzni, meg igazából bárhonnan lehet. Híd alól. Lol is lehet híd alól. Én híd alól akarok. Ah, ott tökéletes. Úgyis autópálya van, úgyhogy itt nem zavar, hogy hangos. Senkit. És ez zavar az, hogy hangos. Most hát akkor a szokásos utakon végig visszük dolog. Szerintem azt kéne. Azt kéne, hogy így kéne, nem? Szóltok. Tökéletesen illeszkedik, zseniális. Eszméletlenül király. És akkor ezt még valahogy úgy, hogy. Á, pont nem. Az baj, itt még, igen, itt még minimum egy-kettőt kell húznom. Hát mindegy, akkor itt visszük az egyiket a parton. Hát itt egy darabig dupla lesz, mert muszáj vagy, nem vagyok muszáj. Ezt meg tudom csinálni, hogy... What? Csinálni, hogy egyiket így. És akkor csak így oldalról behúzom, ahonnan majd kell. Ám mindenképpen itt az elejétől kezdve kell, már különben ez itt lemarad. Hát sajnos ez van akkor. És úgy kéne csinálni akkor már, hogy víz alatt vezetem a vízvezetéket, te király dolog. Hogy pont minden benne legyen, megint tökéletesen kicentízve. Remek! Legalábbis remélem, hogy az. Ugye igaz életben mindig az utak alatt vezetik, és régebben én is úgy kezdtem, mert csak aztán értem, hogy itt teljesen lényegtelen, hogy most út alatt vezetem, vagy nem. És egyszerűbb, hogyha nem az alatt vezetem, ennyi. Azok, de nem az alatt vezetem. Meg nem is kell itt összekapcsolni ezeket. Nem jár semmi előnnyel, ha megteszem. Szennyvíz is rákötve a városra. Perfect. Ja, meg még ugye nyilván ezt a régiót is itt meg kell csinálni. Jövök, innen jön ki a víz. Pont szép félkör. És ez a kis fránya rész még itt. De is van rendezve. Remélem, ez a háromszög az ott, az nem fog számítani. És a gyűrűt egyelőre nem csinálom meg, mert azt egyelőre... Vagy benépisítettem már? Ja, be... akkor... Jó, akkor majd... Akkor még azt is meg kell, csak azt még át kell gondolni, hogy hogy. Hol legyen például a forgalom. Látom, most még sehol nincs rákötve. Talán itt nem fogom, mert itt már egy is nagy lesz a dugó. Szerintem. Mert mindenki a városokból kijözölve erre fog menni a... Probléma amúgy lehet, hogy az lesz, itt még kéne egy leágazást. Igen, itt még lesz egy leágazás mindenképp. Itt meg is csak most.
ami ide visz. Egy irányú út, és ide visz. Mert ha belegondoltok, mondjuk van, aki itt lakik, itt, és elindul, ugye, mondjuk itt lakik ebbe az utcába, csak ebbe, erre az irányba tud menni, itt rákanyarodva erre, csak erre tud menni, és akkor bum, itt le tud kanyarodni, itt lesz kurva nagy dugó ebben a elágazásban, de nagyon nagy, valószínűleg. Lehet, hogy ezt majd még picit át kell építenem itt, de egyelőre ez van. Lehet ezt is egyirányúvá kéne tennem, így erre egy kört. Hát, vagy lehet, hogy nagyobb útból kellett volna szimplán csinálni. Ilyenből. Sőt, valószínű. Most már mindegy, most már nem építem át. Hát itt is lehet. Korsod zón. Ezt az autópályák közötti részeket viszont én még egyáltalán nem akarom megcsinálni. The zone. Ez a törlés, ugye? Igen, jó. Ezt az autópálya közti részt, sőt még az autópálya azon felét sem akarom egyelőre megcsinálni. És egyelőre ezt a részt sem. Jó. Oké. Hol tartottunk? Nincs vized. Most már van vized, ugye? Elvileg most már nincs vized, meg nincs, de rá van csak, nincs áram alatt. És ez azért nem működik, oké. Szóval áram! Hol a gát? Gát az még nem elérhető, mi? Remek. Letöltött mindig egy olyan addont, aminek nincsen sajnos izéje, ez ilyen föld alatti kábel. Ez az, aminek hangzik, elég király dolog. Viszont egyelőre nem azt fogom berakni, hanem ezeket. Az, hogy hova, jó, hogy ezt vízre kell, akkor nem kérdés, hogy hova. Hát majd így a város köré, vagy nem tudom. Ó, itt mutatja, hogy itt termelne a legtöbbet, meg itt. Nyilván akkor olyan helyre, mert itt csak 16-ot termelne, még itt 20-at. Ja, hát errefele. 20 a max, azt hiszem, amit tud termelni. A kettő között. Egyelőre. Egyelőre szerintem ez több mint elegendő. Már csak ezt be kéne kötni a városba is, ugye erre jó ez a underground tudsz, amit letöltöttem. Így, és akkor ez már is rá van kötve. Város meg egyelőre nem akarom rákötni az áramot, majd ők betelepítik ezt, és akkor betöltődik. Lehet emiatt mondjuk nem jó, hogy itt lesznek, mert egy csomó ideig nem lesz betelepítve. Fenelje meg, muszájok valamit ezzel kezdeni. Kettő közt egyre még úgy sincs semmi. Jó, te majd itt betelepedsz. Nem, ezzel kellett volna basszus a sövekre. Évje. Mindegy, ez annyira nem drága, túlélhető. Lehető bal lépés. Azok mellett, hogy ezt aztán majd könnyebb eltörölni, nem is foglal annyi helyet. Olcsó is amúgy, bár ez is olcsó. Igen, viszonylag pici izéje. Ez noise, amit csinál. Aha, igen, sajnos ez mondjuk noise-t csinál. De mindegy, mert ezek majd úgyis ki lesznek törölve, ahogy benépesedett ez a rész. Ez még pont összeér, bár elég lol. Elég érdekesen. De pont összeér a dolog. Hát neked ide nem fogom elvezetni, úgyhogy te kapsz egy ilyet. És mielőtt még elfelejtem ezt a részt, itt kitöröljük. Innen. Így, mert itt majd lehet, hogy valami mást fogok kezdeni. Külső gyűrű ugye még nincs csatlakoztatva. Egyelőre amúgy nem is fogom csatlakoztatni a külső gyűrűt. Oké, na! Time here, vagy nem.
Ugyanis áram és víz van. Szemét még nincs, nem is lesz. Egészségügy akkor az nagyjából megoldva. Ez mi? Tűzoltóság? Igen, itt is raktam be ilyen kis tűzállomást. Itt nincs azt hiszem semmi, ami modos. Vagy, de talán ez modos. Igen, ez modos. De ez igazából csak szép, de annyira nem éri meg, úgyhogy ezt majd ki is fogom venni modból. Itt van ilyen nagyon pici Fire Station, de nekünk nem az kell, hanem a sima. Kicsi Fire Station. Lehet, hogy egymás mellé rakom őket, az jó lesz? Vagy nem kell annyi tűz? Oldó, mint kórház. De igen, viszont ez ugye erre is kell. Felhagyja meg. Légyen. Legyenek egymás mellett, és akkor ha már itt tartunk, akkor a rendőrség is egymás mellett. És el is kezdtek beköltözni, ugye nyilván majd kell edukáció is. Erre miért nem tud menni a... miért nem terjed az edukáció? Az erre fel, kifele egy irányú, oda mennie kéne. Mit csak szembeforgalommal tud jönni, vagy mi? Ez érdekes, az edukáció az csak szembeforgalommal hat. Nézzétek, mert ez egy irányú pont erre kintről befele. Arra viszont mégis terjed. Jó, ez szerintem csak bagos. School. Az is bagos. Jó, az iskola buszok csak forgalommal szembe tudnak menni. Okay. Jó, ők tudják. Passz. Akkor most rakjam ide. Ezt is valahol ide a külső nagy útra kéne raknom. Igen, ide fogom. Egyelőre. Meg hát nyilván majd még parkokat is fogok. Valahogy szépen és okosan. Pláza, picnic table, jó hangzik, legyen ez. Japán kert, jó pici a hatósugara, olyat nem rakunk. Ez a pláza szavakkal, nagy játszótér, ilyet viszont rakunk. Erbélyre, hát akkor rakjuk ki. Nem vagytok áram alatt, tudok róla, mert hát ilyen költöztek, most mit mondjak. Ó, és sikerült elfogyasztani teljes mértékben a pénzemet, mert erős mínuszban vagyok. Cool. Kezdjük azzal, hogy minimum 11%. Igen, a pénz az probléma lesz így viszont, mert ugye a gyárterületek meg ezek adják a nagyhíjákot. Úgyhogy a büdzsét azt el is kezdem lehúzni. Úgyhogy kb. Mindenben, aminek nem kell, annyi. Szerintem egyelőre mehetsz minden 50%-ra. Parkok nem. És lehet, hogy majd kölcsönt kell felvenni, sőt, elég valószínű. Minusz 7000. Jó, hangzik. Összekapcsolja olyan? Igen. Kezdjenek el azok a szarok működni. Szerencsére, ahogy nézem ide, a főút mellé települnek elsődlegesen, úgyhogy legalább áram van. És most hát remélem, hogy nem fog összeomlani a dolog. Biztos a kedvéért mentünk egyet. Stream 2. És most lassan elkezdhetne növekedni ez a rohadt, növekszik szép lassan a bevétel. De nem elég lassan, vagy nem elég gyorsan, hanem tényleg nagyon lassan. Jó, hát ide kölcsön fog kell lenni, most érjük el a nullát. Nyiaa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 
Települjetek, emberek! Há, basszus! Jézusom, boltból már több van, mint lakóházban. Ezt nem értem. Izé, minden második ember kell egy... Ring out of mania? Úgy gyertek, csak gyertek. Gyertek. Gyertek gyorsabban!
Ja, muszáj vagyok felvenni valamit. Föl tudok még venni? 60 ezer. Mennyire tudom megnevelni úgy a taxet, hogy még ne kezdjenek el sírni? 13%. Magyarországi 27-nél még mindig nem. Nagyobb. Erre fele jöttök. Á, hogy erre jön. Ó, ez egy probléma lesz. Hogy mindenki erre fele fog közlekedni. Jó, ezt majd még lehet kell izélni. Na, ha már lusta dögök, erre fele jönnek, mert erre picit rövidebb az út. Viszont az egy kétsávos kis pacak. Már csak mínusz 4000. Gyorsabban kéne lefele pörögnie a mínusznak. Vagyis hát felfele a pénznek. Egy 50 ezerrel még többet kellett volna hagyni. És akkor nem lettének volna ilyen gondok, szerintem, mert addigra csak beindul a gazdaság. Hanem akkor meg benyomunk valami pénzügyeskedést, és nem jöttem kezdem újra a várost. Jaj. Felmegyek ezek még parkokat rakni, és akkor nagyobb izé lesz, meg stb. De... Na nézzük, áram az, ez nem csáram alatt. Szarügy. Elementary school, meg izé vagy. Az nem jó. Nem, te egy sima épület vagy. Aha. Jó, majd lassan el kéne kezdeni oda épülni. Tudom, hogy nincsen izétek. Én leszirezónotok, de ilyenek nagyon nincs pénzem ezt megcsinálni. Még ha elkezdek kölcsönöket felvenni, sem tudnám azt valószínűleg megcsinálni. Most az Industrial Zone-t, vagy igen? Az baj, ezt még ki se találtam. Rakjunk. Á, nem rakunk. Nem ezt. Ja, ez a large, ez kéne nekem. Szerintem én ezt itt berakom, ez így jónak hat. Majd még ezt a teleket, itt ezt a kettőt mindenképp meg fogom venni. Erre fel is tudjak egy kicsit menni, mert valószínűleg ezen a részen lesz itt az ipari rész. Okay. Hát most muszáj vagyok költeni, még úgy is, hogy nincs pénzem, azért nincs miből költeni, de még így is muszáj vagyok. Ezt ugye itt egy irányosítjuk. És akkor... Mert amúgy ezek nagyon jó forgalomoszlatók. Erre fel egyre nem építkezem. Úgyhogy az ott nem is kell, sőt szerintem nem egyre nem bontam le. Hiszen nem biztos, hogy vissza tudom rakni rendesen. Ja, nincsen szemételvitel. Ó, basztikuli. Ó, is nincs rá pénzem. Jó, hát most jön az, hogy elkezdek hitelre halmozni. Hát a 60 ezres kell nekem. Minimum. Minimum. Ezt okosan kéne, mert hogyha nagyon messze rakom a szemét szállítót, abban az esetben nagyon be fogják dugítani az utakat a kukásos kocsik. Úgyhogy lehet, hogy itt lesz az ipari negyedettől függetlenül, ezt sajnos nem tudom ide rakni, muszáj vagyok a szigetre valahova. Vélhetőleg ez a rész, amit itt leizéltem, lesz. Lesz az a rész. Nem, ez Recycle Center, üljük egyelőre, csak ennyi kell nekem. Ha itt mindenki ez erre rabolgat, mert nincsen rendőrségre meg. És nem tudom berakni a kanyarodó út miatt. Na, így betűnöm ide. Az baj, igen, a külső út még nincs összekapcsolva. Többivel. Ez egy irányú, ez nem egy irányú. Oké. Hát össze van kapcsolva. Remélem ez elér mindenhova, ugye? Igen, elér mindenhova, remek. És ugye akkor rendőrség erre fele van. Itt egy rendőrség.
Komolyan, egy sarokra van tőletek. Ez itt két irányú út. Miért ne tudna erre jönni? Jó, én nem rakok még egy rendőrséget. Nem működik, vagy mi? Te vagy, és elvileg működsz. Operating normal. Operating normally. Crime rate is high. Fuck it. Lehet, hogy a játék nem kezelne jól az egy irányú utakat, mint hittem. Szóval konkrétan ez itt mi? Ez itt mi? A rendőrök gyalog járnak? Egy sarok? Kettő? Két sarokra tudnak elmenni. Jó hangzik. Jó, nem vagyok hajlandó több izét rakni. Már jön a dzsúva. Várjuk, erre is jön a dzsúva. Ez nem tetszik. Miért jön erre a dzsúva? Ma úgy volt, hogy arra folyik, meg erre jön a dzsúva. Hé! Hé, dzsúva! Hé, dzsúva, rossz irányba mész. Neked úgy arra kéne menned ki a világból, úgy arra elfele. Aha, hogy ez egy tó. Fuck! De mindegy, ezt lehet, hogy meg lehet kell gondolni picit jobban. Crime rate is high itt. Azt elhiszem, mert itt mondjuk tényleg nincs semmi, és ez itt a bevásárló része, hova kell valami. Ezt itt összekössem amúgy. Össze kéne. Csak akkor itt óriási nagy forgalom lesz ezen a részen. De várjunk, ezt a részt úgy, így is egy irányúvá kell tennem. Úgyhogy akkor nem feltétlen probléma ez. Ja. Baj, nem tudom én ezt itt ráizélni. Ja, ott a izé miatt nem tudom ráizélni. Izé miatt izélni, értitek? Emiatt. Ugye ettől nem szűnik meg az áram, remek.